Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Visegrád város képviselőtestületén megjelent képviselő urakat és a tévénézőket, és megnyitom Visegrád város önkormányzatának képviselőtestületi ülését 2019. augusztus 29-én csütörtökön. Az előzetesen kiküldött napirendi pontok szerint 6 napirendi pontot tárgyalunk. Az ezt megelőző egyeztetések alapján én javaslom a korábban 2-es, illetve 3-as napirendi pontok levételét. Jelzem a témát, ez a Vár gyógyszertár épületének belső felújítására érkezett vállalkozói ajánlatok, a patika bútor felújításának megvitatása, illetve a harmadik napi rendünk lett volna az eredetiek szerint döntés a Rév utca 6-os házszám alatti és a volt rendőrségi üdülő bontására érkezett árajánlatok elbírálásáról. Tekintettel arra, hogy korábban ez bizottság tárgyalta, mielőtt döntenénk az előzetesen kiküldött napirendi pontok megtartásáról vagy módosításáról, ezért napirend előtt kérem, hogy indokolja meg az ezen témákat tárgyaló bizottság elnökeként Mikesi Tamás az előterjesztői javaslatomat. Igen, köszönöm szépen. Röviden a következőket tudom elmondani. A pénzügyi bizottság tárgyalta mind a két napirendi pontot. A patika esetében a patika felújítására bekért árajánlatok közül egy darab árajánlat érkezett. Ez a korábbi árajánlathoz képest jelentős emelkedést mutatott. A bizottság tagjai az áremelkedés miatt, illetve annak tartalma miatt és magassága miatt is indokoltnak tartották, hogy újabb ár ajánlatokat kérjünk be, részint kontroll, részint pedig verseny okán. Másfelől pedig egyszerre kéri a hivatalnak a dolgozóit, hogy vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy amennyiben nem lehet teljes körű felújítást elvégezni, akkor az ANTS engedélynek, illetve határozatnak megfelelő felújítást határidőre vagy évvégéig meg lehessen csinálni. De ennek a kettőnek egyszerre kéne futnia, és ezért javasolta a bizottság, hogy ne tárgyalja most a testület ezt a indítványt. A patika esetében ugye itt egy bérleti jogviszony is fönnáll, és itt a korábban kalkulált felújításhoz kötődően van is egy bérleti díj megállapítás, tehát ez is akár később befolyásolhatja az önkormányzati álláspontot a bérleti díj megállapítása okán is, ugye? Így van, és a bérleti szerződés sem lett még aláírva, illetve a bérleti szerződés módosítása nem lett aláírva, és ez pedig a beruházásnak szintén feltétele. Köszönöm, és akkor a korábban tervezett harmadik napi rendi pont, a Rév utca 6 és a volt rendőrségi üdülő, ugye? Igen, a két bontás tekintetében pedig azért határozott így a bizottság, mert részint magasnak vélte a bontási költségeket, gondolta, hogy most ezt már ne döntsön erről a testület, vizsgálja felül, illetve úgy ítélte meg, hogy még ráérnek ráérünk ennek a munkának a végrehajtásával, hiszen az idő nem sürget. A kisajátításról szóló szabály szerint ugye nekünk a jogerőre emeléstől két emelkedésre számított, két éven belül kell bontanunk. Na most ez 2018 októberében lett jogerős ugye a kisajátítás, tehát 2020 októberére meg kell kezdeni. Nem, be kell fejezni. Tehát ott abban az esetben vélhetően azért szorít az idő, tehát gyorsan a rendeket tűzni. A másiknál ez a szorítás nem áll fönt. Kapcsolódó kérdésem az volna, hogyha az iskola épületének felújítása folytatódik, mint hogy úgy tűnik, hogy folytatódik, annyiban itt nem érinti ez a Rév utca 6-okán, tehát hogy a közlekedés, hát, bejárhatóság, körbejárhatóság. Sokkal célszerűbb lenne, ha meg lenne addigra az út egyszerűség kedvéért, de mondjuk jogi szempontból, ez inkább praktikum szempontjából lenne jó, jogi szempontból meg kell kezdeni a bontást, és meg kell építeni az utat is. Tehát erre már csak egy év van rá. Én azt kérem, hogy a bizottság, ha ugye ilyen álláspontot alakított ki. Én ezt most előterjesztőként támogatni fogom, de azt kérem, hogy akkor a következő testületi ülésig, ami egy
közelítőleg 3 hét. 3 hét. Próbáljuk megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy addigra már lehet, hogy ugye lesz aláírt szerződés az iskola építésének folytatásáról, illetve akár lesz, akár nem, kérlek, hogy vizsgáljátok meg, hogy hogyan lehet a két építkezést, illetve hát beruházást úgy megcsinálni, hogy lehető legkevesebb zavar legyen a városban a közlekedés szempontjából. Jó ez? Jó, ez tökéletes. Köszönöm. Akkor ennek fényében részben köszönöm, részben megadom a szót még Bártfai István képviselőnek. Parancsolj, Pista. Most lesz. Úgy értesültem, hogy ma beérkezett még egy áraját a bontásra. Sajnos én csak akkor értesültem arról, hogy bontásra kértünk árjátokat, amikor a kiküldött anyagból én szembesültem ebben. Azonnal találtam egy vállalkozót, és a mai nap folyán, tehát 2 napon belül megérkezett az árajánlat. Nem láttam még, nem tudom mekkora az összeg, de azt mondta a vállalkozó, hogy tehát amit ő mondott nekem, hogy körülbelül mennyi lesz, az ennek jóval ez alatt van, amit most ők magasnak fogadtak el. Úgyhogy remélhetőleg el lehet fogadni majd azt is, vagy kérünk majd még többet. Köszönöm. Jegyző úr, parancsolj. Igen, annyit szeretnék mondani, hogy igen, valóban ma megérkezett az áranyállat. Megnéztük, elküldtük a műszaki ellenőrünknek, és a lényeg az, hogy az áranyállat valóban olcsóbb, mint a két beadott áranyállat közül az olcsóbb, ami eddig érkezett. Viszont pótmunkákat is megjelöl a vállalkozó ebben a bontásban, és így 5 millió 400 valamennyi ezer forintra jött ki, plusz áfára az összeg. Tehát így, hogyha összeadjuk hogyha a nettó és az áfát, akkor ez, nem tudom, közel 7 millió forint, tehát drágább. Meg fogom mutatni, igen, meg fogom, jó, mert a válasz az most érkezett még délután, tehát mire átnézte a műszaki ellenőr, de meg fogom mutatni, jó, nem, a vállalkozó azon felül a költségvetési kiíráson, tehát amit ugye megküldtünk, azon felül még pótmunkákat jelölt meg. Oké. Jó, köszönöm a tájékoztatást, illetve köszönöm István a közbenjárásodat, hogy segíted a munkát, illetve a kivitelezés lehetőségét. Én azt kérem, tehát mint előterjesztője a napi rendeknek, azt kérem, hogy részben a bizottsági munka alapozza meg azt, hogy a következő testületi ülés 3 hét múlva amennyiben érdemben lehet dönteni, mert olyan ajánlatok vannak, annyiban mondjuk, hogy testületelé kerülhessenek ezek a témák, figyelembe véve azokat a szempontokat is, amelyek nem csak műszakiak és nem pénzügyiek, tehát például a város életének szervezése, szervezhetősége szempontjából. Ez ugye az abból a szempontból sem mindegy, hogy a kivitelezők hogyan tudnak felvonulni, vagy nem, hogyha egymás mellett állnak és dolgoznak. Jó? Tehát akkor mindezek fényében, amennyiben nincs több hozzászólás, észrevétel van-e? Nincs. Akkor azzal a módosítással javaslom elfogadni a napirendeket, hogy a korábban kiküldött második, illetve harmadik napirendi pontok napirendről való levételével kialakul a napirendi javaslatom, beszámoló a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról, mint első napirendi pont. Második napirendi pont, döntés a Sziget utca 15. házszám alatti földszinti 2. számú önkormányzati lakásbérbeadásáról szóló pályázati kiírás lezárásáról. Harmadik napi rendi pont Filegyházi András leköszönő polgármester jutalmazásáról szóló döntés, és a negyedik napi rendi pont az egyebek. Ilyen módon, aki ezt támogatni tudja a módosítást, azt kérem most szavazzon. Köszönöm. És aki a módosítással együtt el tudja fogadni, akkor a napi rendi pontokat kérem most szavazzon. Köszönöm. Megállapítom, hogy mind a módosítást, mind a módosított napirendi pontokat a 6 megjelent szavazati jogú tagja a képviselőtestületnek egyhangulag elfogadta. Köszönöm, megkezdjük az érdemi
tárgyalás, bár azt gondolom, hogy ezen módosítás során számos érdemi ügyet érintettünk. Ezúton is köszönöm a bizottságok munkáját, illetve a bizottság elnöki hozzászólásokat. Akkor az első beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Nem sorolnám föl tételesen azt a 13 lejárt határozatot, amelynek a végrehajtásával kapcsolatosan megtörténtek a szükséges intézkedések. Ezek közül van 6. hó 19-ei képviselőtestület ülési döntéshez kötődő, 7. hó 8-ai képviselőtestületi döntéshez, 7. hó 18-ai és 8. hó 13-ai képviselőtestületi határozathoz kötődő feladat. Aki küldött anyagot, mindenki megismerhette, van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás, amennyiben nincs, annyiban szavazásra teszem fel, aki elfogadja a lejárt határidő határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, azt kérem, most szavazzon. Egyhangú, köszönöm. Ugye ez döntéshozatát? Igen, köszönöm. És akkor a következő napirendi pont. Ott megnyitom, döntés a Sziget utca 15. házszám alatt földszint 2-es számú önkormányzati lakás bérbeadásáról szóló pályázati kiírás lezárásáról. Előterjesztő jegyző úr, de én azt kérem az előzetes egyeztetés alapján a Schuster Károly bizottsági elnök úr röviden támassza alá az előterjesztést. Parancsolja. Köszönöm szót. A bizottság tárgyalta, és a papírok alapján a döntésre jutott, hogy Szalai Ádámnak az a legkedvezőbb ajánlatot adta be, annak javasolja, hogy a testület fogadja, és annak javasolja 5 évvel való bérbeadását. Amellett még azt is tárgyalta, hogy a mostani bérlő kérte, hogy hagymahagyjon a október 31-éig még ott, mert a hova ő költözni fog, az akkor lesz csak kész. És úgy döntött a bizottság, hogy helyt ad ennek a kérésnek, és október 31-éig ott maradhat, de avval a feltétel, hogy november 1-én lakható tiszta állapotban át kell neki adni a önkormányzat számára, hogy január első napjaiba a új bérlő birtokba tudja venni. Köszönöm szépen. Igen. Köszönöm szépen. Ez ugye az előzetesen kiküldött határozati javaslat szerint megismerhető volt a bizottsági álláspont, tehát valóban október 31-ig a jelenlegi bérlő lakhatja az ingatlant, illetve ezen a napon át kell adnia, hogy november 1-től Szalai Ádám István beköltözhessen és megkezdhesse az 5 évre szóló bérleti jogának gyakorlását. Kérdés, hozzászólás, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, annyiban szavazásra teszem föl a kérdést, aki támogatja az előterjesztést, kérem most szavazzon. Megállapítom, hogy 6 igen, egyhangú döntést meghoztuk. A határozatot elfogadva a napirendi pontot lezárom. Köszönöm. A következő napirendi pont a Félegyházi András leköszönő polgármester jutalmazásáról szóló döntés. Ezt én terjesztettem elő. Azt gondolom, hogy másfél ciklus kiváló munkáját, illetve különös tekintettel az utolsó időszakot is ideértve javaslom jutalmazni leköszönő polgármesterünket, aki ugye valóban leköszönő tekintettel arra, hogy erről tájékoztatást is adott Visegrád polgárainak. Én nem gondolom azt, hogy ezzel a gesztussal ki tudjuk fejezni a köszönetünket, meg a hálánkat, de azt gondolom, hogy ezzel a gesztussal is ki tudjuk részben fejezni szerintem azt, ami megbecsülés illeti Félegyházi Andrást. Kérdés, hozzászólás, észrevétel van-e? Amennyiben nincs, igen, parancsolj. Kérdésem lenne, a pénzügyi bizottság ülésen is följött ez a téma, és ott az információ szerint úgy volt mondva, hogy 2 hónap. És akkor én jeleztem, akkor másfél hónap volt, én jeleztem azt, hogy nézzünk utána a törvénynek, mert a leköszönő polgármestereket megilleti egy 3, én többet tudtam, nem tudtam 3 hónap, de kinyomoztuk, hogy 3 hónap
juttatás, vagy végkélegzés, vagy minek mondjuk. És ebben ezen felül, akkor azt mondtuk, akkor nem másfél hónapot fog kapni, hanem három hónapot fog kapni. Most ezen felül akarjátok még a másfél hónapot neki? Vagy te ezen felül igen? Még akar másfél hónapot. Tehát a kérdésre a válasz az, hogy ez az én egyéni előterjesztésem. Nem hozom föl ezt, hogy neki állom, akkor senki nem tudja ezt, igen. És akkor kapott van másfél hónapot. Így kap hármat. Minimum, nem, annyi jár neki. Nem. Tehát a jogszabály szerint, azt én nem tudom, hogy ott a bizottságon mi zajlott, és ki mit kérdezett, illetve milyen válaszot, illetve később tudtam. Igen, a jogszabály szerint, mint leköszönő, több mint két évet hivatalban töltő polgármester, a jogszabály szerint jár neki a három hónap végkielégítés, mert ez tulajdonképpen az jogi értelemben. Ezen felül gondoltam én, tudva ezt, azt a másfél hónapnyi javaslatot, amit tettem meg egyéni képviselői indítványként. Köszönöm. Az indokaim szerintem elmondtam, azt ennél részletezni jobban nem kell. Nem is arról van szó, hanem arról, hogy ha ezt nem jelzem én, hogy nézzünk utána, akkor sokkal kevesebbet kapna. Akkor így van? Nem. De nem, nem tudta senki, a törvényszerint van, tehát vélhetően nem is foglalkozott volna ebből senki, és nem lett volna ebből sem, így három hónapot. Nagyon örülök annak, hogyha ezt korábban nem került témaként elő, de nagyon örülök annak, hogy utána néztél, meg utána néztetek. Azt gondolom, nem fordulhatott volna az elő, hogy ezt ne kapja meg a leköszönő polgármester. Én magam ismertem ezt a jogszabály rendelkezési helyet. Én biztos rákérdeztem volna, hogy ő intézkednek erről. De tekintettel arra, hogy ez már a múlté, mert hogy te rákérdeztél, jegyző úrék megerősítették ezt, hogy ez valóban így van. Én pedig egyébként ennek figyelembevétele mellett tettem azt a javaslatot, amit tettem. Kérdés, hozzászólás, észrevétel van. Még egy kérdés. A leköszönő vagy nem megválasztott képviselők is kapnak valami jutalmat, vagy azoknak is lehet esetleg valami jutalom? Köszönöm szépen. A testület magát nem szokta jutalmazni, én úgy tudom. Kettő, én azt gondolom, hogy... Én biztos, hogy erre nem fog jutalmat javasolni senkinek, mert csak azért sem, mert itt a képviselőtestület többi tagja, inkluzíve az alpolgármester is, nem vette föl a tiszteletdíját. Tehát ezt a szándékát azt gondolom, hogy mindannyiunk 7,5 éven keresztül kifejezte azzal, hogy ez van. Viszont egy főállású polgármesterről van szó, aki egyébként pedig azt gondolom, hogy nem napi 8 órában és nem heti 5 munkanap mellett végezte a munkáját. Erre gondoltam én akkor, amikor tettem azt a javaslatot. Tehát ezért gondolom azt, hogy különös megbecsülés. Az ő valóban munkaviszonyszerűen végezte a dolgát. Ezért is gondolom azt, hogy ilyen nagy mennyiségű munkatér mellett és olyan kimagasló munkavégzés mellett ez illeti. Azon túl, amit a jogszabályad. A jogszabály az a munkavégzés minőségétől függetlenül biztosítja ezt. Kérdés? Igen. Kérdés, hozzászólás, észrevétel? Urak, amennyiben nem jelzitek, szavazásra teszem föl. Kérdés, hozzászólás része nincs. Köszönöm. Akkor szavazásra teszem, aki támogatja az előterjesztést, kérem, most szavazzon. 3. Igen. Aki nem. Aki tartózkodott, 1. Ebben az esetben nem került elfogadásra. Köszönöm szépen. 2 nem, 1 tartózkodás. 2 nem, 1 tartózkodás. Jó. Nem. Előtt... Hadd kérdezem meg, akkor így most átment a testület? Nem ment át a testület. 3 igen. Hát nincs döntés, 6-an vagyunk jelen. 6-an vagytok, egyszerű többség ugyan, de 4-nek meg kell. A 6-ból a 4. 7-ből is a 4? Igen. Hát a 7-ből is a 4, mert a 3,5... Igen. Jó. Én magam azt gondolom, hogy megtettem, hogy minősítem ezt a helyzetet. Tekintettel, hogy utoljára elnöklöm vélhetően a Visegrádi önkormányzati képviselőtestület ülését, hiszen én 5 évvel ezelőtt úgy vállaltam, hogy biztos, hogy csak erre az 5 évre vállalom, nem csak azért, mert hogy a ciklus 5 éves, hanem azért, mert akkor is jeleztem, hogy nincs továbbiakban szándékom, meg
félhető módon sem ezt a feladatot ellátni. Én részben köszönöm eddigi munkáját a képviselőtestületnek, képviselőtársaknak, részben pedig köszönöm a bizalmat a város lakói és az önkormányzat, illetve a hivatallal partneri jogviszonyban álló szervezetek, személyek, közösségek felől érkező bizalmat. Itt le is viszem a hangsúlyt. Az utolsó döntéssel kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy méltatlan ahhoz a munkához, amit a polgármester ellátott. Nem a három támogató szavazatra gondolok, hanem a három nem támogatóra. És ezt senki ne vegye személyesnek, hanem azt gondolom, hogy ezzel mindenki magát minősítette. Köszönöm. A napirendi pontot lezárom. Egyebek napirendi pont között előzetesen jelzés nem volt, hogy tárgyalnánk bármit. Amennyiben nincs, annyiban nagyon szépen köszönöm. Az egyebek napirendi pontot lezárom, és a képviselőtestületi ülését is lezárom. Köszönöm szépen, viszontlátásra!